Tisztelettel köszöntöm Önöket! A nyugdíjak értékállóságának növelése érdekében az MSP országgyűlési képviselő csoportja egy országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be a parlament felé. Nézzék, világos ma már mindenki számára, hogy a kormány elhibázott gazdaságpolitikájának következtében itt van még mindig a nyakunkon ez a hiperinfláció, amelyet természetesen mindenki megtapasztalhat. Ahogy említettem, a kormány elhibázott gazdaságpolitikájának következtében az orbáni infláció bőven 20% fölött van, és ez ma már közel egy éve tart. A csúcsot a 2022. januári állapot mutatta meg, különösen a nyugdíjas fogyasztói árindexet illetően, hiszen ott a 27 százalék közelében volt, de hát a lakosság egészénél is meghaladta a 25 százalékot. Egyértelmű, hogy megélhetési válság van Magyarországon. Gondoljanak bele, hogy körülbelül 1 millió nyugdíjas a két millióból, még a 160 ezer forintot sem kapja meg. Éppen ezért nyújtottuk be ezt az országgyűlési határozati javaslatot, amely három pontból áll. Az első, és talán a legfontosabb, hogy a kormány hozzon olyan intézkedést, amely lehetővé teszi a visszatérést az úgynevezett vegyes indexáláshoz. Magyarul legalább két tényezőt vegyenek figyelembe. Az egyik javaslatunk természetesen nekünk is az, hogy az infláció, a tervezett inflációt vegyék figyelembe, de ugyanakkor a nettó bér növekedést is. A javaslatunk az, hogy ezt 50-50 százalékban -50 vegye figyelembe a kormány. A második javaslatunk a járulékplafon visszaállítása. Ezt azért tartjuk borzasztóan fontosnak, mert az elmúlt években nagyon polarizálódtak a nyugdíjak. Éppen ezért mi azt mondjuk, hogy egy millió forintnál meg kell húzni a járulék befizetési kötelezettséget. Következésképpen, akinek ennél nagyobb a jövedelme nem fizet utána a járulékot, de nem is fog eredményezni később milliós vagy több millió forintos nyugdíjat a befizetett járulék. Harmadik pontunk pedig a nyugdíjak differenciált felzárkóztatását szolgálná. Azt javasoljuk, hogy öt évig mindenki kapja meg az inflációval növelt nyugdíjemelést, de az általunk is javasolt vegyes indexálás kapcsán a keresetemelkedés alapján számított nyugdíjat az átlag nyugdíj arányában mindenki azonos összegben kapja meg. További javaslatunk, hogy a 13. havi juttatást és a nyugdíjprémiumot azonos összegben folyósítsák mindenkinek. Végezetül pedig azt javasoljuk, hogy az öregségi nyugdíj minimum értéke érje el a nettó minimálbér 70%-át, legalább 70%-át. Tehát az öregségi nyugdíj minimum érje el a nettó minimálbér legalább 70%-át. Nincs még itt vége a dolognak, bár az országgyűlési határozati javaslatunk ezt nem tartalmazza, de mégis hogy alátámasszam követelésünket. Megemlítem, hogy Európa bajnok áfát fizetnek a magyarok a 27%-kal, az élelmiszer kisker különadót plusz 4,1%-kal, és itt van a nyakunkon július elseje, amikor is az úgynevezett gyógyszer különadót meg kell fizetni, a 10 000 forint alatti gyógyszereknél, támogatott gyógyszerekről van szó természetesen, 20%-ot, a 10.000 forint fölötti gyógyszereknél pedig 40%-ot. Nézzék, a nyugdíjasok gyakorlatilag évek óta át vannak verve. Ha tételesen megnézzük, 2019 óta lemaradnak a nyugdíjak az árakhoz képest. Itt ugye az árszínvonalat és a nyugdíjak összevetését vettük figyelembe. Nos, eltelt 53 hónap, és ebben az 53 hónapban egyetlen egy olyan hónap volt, amikor a nyugdíjak lépést tudtak tartani az árakkal, ez pedig nagyon-nagyon durva különbség. A csúcsot a 2020- kettes év mutatta meg, annak is az utolsó négy hónapja, amikor nagyon-nagyon durva a leszakadás volt, akkor már legalább 15 os nyugdíjemelést kellett volna évközben végrehajtani. Nos, az MSP javaslatai enyhítik a nyugdíjasok között lévő egyenlőtlenségeket. A differenciált emelési javaslatunk az átlag feletti nyugdíjjal rendelkezők számára is biztosítják az addig megszerzett jövedelem reálértékének a megőrzését, azaz a korábbi fogyasztásuk megőrzését, de az alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők felzárkóztatását is nagyban segíti. Summa summarum, mi azt gondoljuk, hogy az MSP intézkedései enyhítik a nyugdíjasok közötti egyenlőtlenségeket, a differenciált emelési javaslatunk az átlag felettieknek is a korábbi nyugdíjak reálértékének megőrzését biztosítják, így a korábbi fogyasztásuk fenntartását is. Az alacsony nyugdíjjal rendelkezők százalékosan magasabb, az átlagnál nagyobb emelést kapnak, a 13. havi juttatás és a nyugdíjprémium azonos összegben való folyósítása pedig gátolja, az egyre erősebb polarizálódást. Köszönöm szépen a figyelmüket!